Az elmúlt években jelentős ingatlanfejlesztés valósult meg Dunaszerdahelyen. Egyre több lakótömb épült, és az olyan lakosok száma is megnövekedett, akik sem átmeneti, sem pedig állandó lakhelyre nincsenek bejelentkezve. Ennek következtében nem fizetnek személydíjat sem. A Városi Képviselőtestület tavaly decemberben módosította az erre vonatkozó városi rendeletet, ami már a lakások használóira is vonatkozik. Most már nem csak a tulajdonos, vagy akár a átmeneti lakhelyen rendelkező köteles adóbevallást adni a személydíjjal kapcsolatban, hanem a használó is. A dalbérlő kötelessége annak ellenére, hogyha nem is rendelkezik állandó lakhelyen, ezt a adóbevallást beadni. Másik része pedig a betelepülteket érinti, akik a munkahely reményében Szlovákia más részeiből vásároltak itt ingatlanokat. Sajnos az utóbbi időben ez most már egyre jobban szaporodik. Ők pedig meghatták az állandó lakhelyüket a régi lakóhelyükön, és nem hajlandók semmilyen formában se ide átjelentkezni. Ezekre is vonatkozik most már a törvény, mivel ők is használják a lakást, tehát nincs kibúvó, és erre fogja első körben figyelmeztetni őket a városi rendőrség. A városi rendőrség a közeljövőben felkeresi az érintett lakosokat, és igyekszik meggyőzni őket, hogy jelentkezzenek be Dunaszerdahelyi lakcímre. Abban az esetben, ha ez a figyelmeztetés után sem történik meg, az önkormányzat bírságot ró ki. A probléma körülbelül 1800 lakost érint.